Kedves gyerekek, ma egy Fekete István írással készültem nektek. Fekete Istvánt biztosan sokan ismerik közületek, hiszen az ő tollából született a Kele, a Tüskevár, a Téliberek, de a Vuk is, ami azt hiszem, hogy sokunk kedvence volt kisgyermekkorunkban. A mostani írás, ez egy novella részlet lesz a Február című írásából. Egyébként csütörtök volt. Szabad, kalandleső csütörtök, amikor nem kellett iskolába menni. Az öltözködés percek alatt megtörtént, utána pedig kiforgattam a zsebeimet, hogy megvan-e minden. Minden alatt bicska, ceruza, madzag, parafadugó, órakerék és sok lószőr értendő. Főleg lószőr, amit féltő gondossággal simítgattam ki, hogy össze ne kuszálódjon, és a sodrásnál baj ne legyen vele. A lószőrt egyébként nem kaptuk ingyen. A lószőr azelőtt csillaglovunk tulajdona volt, és nyáron a legyeket hajtotta vele. Most azonban tél van. Légy nincs, minek a csillagfarkában az a sok lószőr? Ezt Péter mondta, a barátom, aki ritka nagy lókötő volt, s akiben éppen ezért tanító mesteremet tisztelhettem. Csillag azonban más véleményem volt a farkát illetőleg, mert amikor Péter a 20. szálat szakította ki, úgy felrúgta, hogy Péter még engem is fellökött, ki egyelőre, mint néző vettem részt a lószőrszerzésben. Péternek nagyobb baja nem esett, és nekem támadt. Minek áll ilyenkor az útba? Beláttam, hogy Péternek igaza volt, de mentségemre szolgált, hogy nem tudhattam előre, hogy Péter útja felém fog vezetni. Miután feltápászkodtunk, és Péter korát meghazudtoló tökéletességgel kikáromkodta magát, kezdetét vette a lószőr sodrása, ami nem is olyan egyszerű munka. A kemény szálak sehogy sem akarnak sodródni, és visszaugranak, mint a rugók. Azt a pár szál lószört mégis hamar megfontuk, viszont Csillag minden további közeledésére nyugodtan felemelte a lábát, mutatván, hogy rugási kedve egy cseppet sem csökkent. A lószőr az övé, és ingyen nem adja. Majd holnap szerzek a tejcsarnoknál, mérgelődött Péter, és ezzel el is felejtettük Csillagot. Bár nem volt szép tőle ez a szűk keblűség. Csillag azonban nem felejtett. És este, amikor Péter apja gyanútlanul közeledett hozzá, úgy felrúgta, hogy az öreg Pétert a fal fogta meg, mert neki senki nem állott az útjában. Másnap reggel pedig Péter megszerezte a kellő farokszőr mennyiséget a tejcsarnoknál, hol felügyelet nélkül álltak a lovak. Délben már az enyém volt ez a kincs, három szivar árán. Három szivar, mi az? Hát észre lehet venni három szivar hiányát egy rendes szivardobozban. A lószőrt aztán rejtegettem, és közben feldolgoztam én már kellő szakértelemmel. Ez a maradék azonban még mindig nagy érték. És szeretettel simogattam meg azon a csütörtök reggelen, amikor fél méteres párnát rakott kertünkbe a hó, és nagy volt a csend, mintha a hó minden kiáltásra még az éjjel ráfeküdt volna. Kis csizmáim nyakig szakadtak halaz a hóba, amikor kertünk alól elindultam a mezők felé. Túl a dombon, mint fekete írás fehér táblán, kökény bokrok ezen ágaboga hallgatott. Furcsa bokor ez a kökény, ha majd a föld fekete barázdái megnyílnak körülötte, akkor fehérbe öltözik. Most meg milyen fekete? Messziről látni kemény sötét pálcáit és az árkot, melyet nem temetett be a hó, mert fújt a szél, és kopaszon maradt a kökényes oldala, hova odasüt a nap, és szívesen elkapar.
borásznak rajta a foglyok. A foglyok. Robajról repülésű, elérhetetlen madarak. Ó, hogy vágytam utánuk! De ma aztán vége az elérhetetlenségnek. Annyit fogok belőlük, amennyit akarok, mert hónom alatt van a kincsek kincse, a tőr. Erre kellett a lószőr. Nem nagy dolog az egész. Egy vasabroncson madzak küllők, s a küllőkön finom lószörhurkok, melyekbe, ha a fogoly belelép, elveszett. Siettem, amennyire lehetett. Szemem ösztönösen kutatta a határt, és éreztem, rosszban járok. No, no, bíztatott az ördög, hiszen ez a ti vadászterületetek. De ilyenkor nem szabad a foglyokat bántani, hadonászott bennem a lelkiismeret. Puskával, mondta az ördög, de törrel. Ekkor már odaértem a gazos mellé, és folyt rólam a víz a rohanástól. A tört úgy állítottam fel, mintha az iskolában ez lett volna a fő tárgy. És én, színjeles tanuló, ami a valóságban nem állta meg a helyét. Letapostam kicsit a havat, elhintettem a búzát egy kis bolyvával, és elbújtam egy kukoricaszár rakásban, mely alig puskalövésnyire csúcsosodott a tőrtől, az én tőrömtől. A szár közt nem fáztam, lestem a foglyokat, melyek nem látszottak. Hallgattam az egereket, amely nagy zörgéssel mászkált a fejem mellett, és nagy magányosságban férfinak éreztem magam, ki ha tőrrel is, de vadászik. Néha varjak szálltak a magasba, a falu felé, néha vaddudak kiáltoztak, és egy nyúl is elbaktatott előttem, olyan közel, hogy a gyönyörűségtől a szívemre szorítottam a kezem. Közben elhatároztam, hogy kunyhót építek itt a bokrok közt. Orvadászatból élek, és feleségül veszem Kovács Ilonát. Boldog voltam, álmodoztam, és szinte elállt a lélegzetem, amikor a tőröm felé néztem, mely mellett ott kapargáltak a foglyok. Hogy honnét jöttek? A jó Isten tudja. A tört gyanyakvással kerülgették, de a körülötte elhullott szemeket már szedegették. Ilona, Ilona, ha most velem lehetnél, meglátnád, hogy egy 9 éves fiatalember is lehet férfi. A foglyok közben belemelegedtek az evésbe, és már rajta álltak a tőrön. Jöttek, mentek, de a hurok még egynek sem akadt a lábába. Nem baj, majd beleakad. Az első foglyot minden esetre Ilona kapja. A foglyok ekkor, mintha figyeltek volna valamire, amit én nem láthattam, és látszott rajtuk, hogy sietve kapkodják össze, amit még lehet, aztán brrra fel a levegőbe. De nem ám mind, nem ám. A dicsőségtől könnybe lábadt a szemem, mert egy ott vergődött a törben. Aztán pedig ilyetten himbálózott meg velem a havas világ, mert a bokrok mellett kutyával, puskával megjelent az édesapám. Szinte éjszaka lett körülöttem, a szívem ilyetten mértem megint az időt, apám pedig levette a kalapját, és azt mondta. A Ponciusát, a gazdemberének. Fú, Nóra, neked is csak ennyi eszed van. Aztán kibontotta a hurkot, és a foglyot, az én foglyomat eleresztette. Aztán felemelte a tört, és vizsgálgatta. Nóra pedig, az öreg hűséges Nóra, szép lassan, szimatolgatva, elindult a nyomon. Még a farkát is csóválta hozzá, megérezte az ismerős szavot, úgy jött búvóhelyen felé, mint a végzet.
A szívem, mintha már nem is bennem, de kint a havon dobogott volna, és vadul mérte azt a kis időt, ami még életemből vissza van. Az öreg kutya bedugta orrát a kukoricarakás közé, és vad örömmel ugrálta körül a vesztőhelyemet. Széles vigyorgással, mint odahaza, amikor bújócskát játszottunk. Az apám gyanakodva nézte a kutya viháncolását, és elindult a szárrakás felé. Arcán csodálkozás volt, kezében pedig az én töröm, melyel Ilonának akartam megszerezni. A kenyeret. Aztán elhúzta előlem a takarást, és Nóra széles jókedvében megnyalta a képemet. Fülemben valami csobogás indult el, és ekkor úgy éreztem, valami rettenetes dolgot tettem. Édesapám, ledobta a tört, lefektetett a puskáját, és elővette a kését. Úristen, mi lesz ebből? Levágott egy hajlós vesszőt, és azt mondta, gyere ide mellém, Nóra, mint díszkíséret, hajolj le! Az öreg Nóra csak akkor vette észre, hogy itt valami baj van, elugrott mellőle, amikor megsúgott a pálca a levegőben, én nyöszörögtem, Nóra pedig énekemet fejjel vonított. Hazafelé állandóan mellettem jött, nyalta a kezem, és rá se nézett apámra. Nem is töröztem én azóta se, de nem is lett Kovács Ilona a feleségem. Ebben a történetben is megismerhető volt a novellákra, illetve az egyéb epikai művekre jellemző tagolódás, szerkezeti tagolódás. Az előkészítés, a bonyodalom, a kibontakozás, a tetőpont és a megoldás. Azért azt gondolom, hogy szomorkásra sikeredett.